Kohn Ilona 1925-ben humanitárius szervezetet alapított Újvidéken, amely a gondozatlan és veszélyeztetett gyermekeken, anyákon segített. Kezdeményezésére 1933-ban egy épületet is felépítettek a szervezet számára, amelyben napjainkban egy óvoda működik. Kohn Ilona tiszteletére most emléktáblát helyeztek el az indítványozására felépített épületen. Mnogi nezaposleni, csak ni ovom vrtiću nisu znali odakle potiče ova zgrada u kojoj se deca nalaze i zaista mislim da je vredno to što smo se setili jedne veoma značajne novosađanke koja je to u svom životnom veku uspela da obezbedi svoj deci Novog Sada prostor gde će se ona igrati, učiti, raditi. Az emléktábla elhelyezését az Újvidéki Kultúrközpont kezdeményezte. Cijela inicijativa je u stvari nastala na temelju zajedničke saradnje Predškolske ustanove Radosno detinjstvo i Kulturnog centra Novog Sada, gde mi u okviru našeg protokola o saradnji već imamo vrlo uspešne radionice likovno-literarne za decu, a ovo je bila jedna aktivnost druga na kojoj smo zajedno sarađivali i evo sad smo je sproveli u delo. Az 1920-as éveket sújtó gazdasági válság idején Kohn Ilona humanitárius szervezetét a legjelentősebb ilyen jellegű szervezetként tartották számon Újvidéken. Az osztrák származású nő egy újvidéki zsidó férfihoz ment feleségül, így lett a tartományi székváros lakosa. Kohn Ilona 1942. januárjában vesztette életét az újvidéki razzia során.